Legközelebb majd ügyesen nősül, legközelebb egy jobb gyereket szül. 10-15%-uk valamilyen állami intézményből való kikerülés, nevelő otthon, pszichiátria, börtön, kórház, szociális otthon miatt találja magát otthon nélkül. Ahogy is kell neki. Mert aki ott él, ő tehet róla, ő döntött így, senki sem más. Mindaki úgy dönt, oda lesz végül, és csak is ő a hibás, és csak is ő a hibás. Vannak pontok egy ember életében, amikor heti 2 g amfetamin megvásárlása kifejezetten racionális döntésnek tűnik gazdasági szempontból. Mert nézzük, mi történik, ha nem veszünk speedet. Nehéz fizikai munka mellette a 3-szori kiadós étkezés a minimum, ez napi 2500 forintból oldható meg kényelmesen és változatosan. Van ugye 5 munkanap, meg a mindig nyitott szombati túlóra lehetősége, akkor napi 10.000 forinttal számolva 60, hozzáadva a túlóra pótlékot is levonva a kajapénzt, 50.000 forintot kereshetünk. Azonban, ha veszünk 2 g jó minőségű amfetamint 6.000 forintért, akkor egyrészt a napi kajaigény simán felezhető egy 1000-esből, mivel tulajdonképpen már is 3000 pluszban vagyunk, másrészt így könnyedén vállalható még egy munkahely, a vasárnap, a hétfő és a kedd, lazán átvészelhető ébren, onnantól pedig már csak megfelelő adagolás kérdése, hogy a hét hátralevő részére elég legyen napi 3 óra alvás. Másfél fizetésből pedig már majdnem meg lehet élni. A racionális gondolkodás nagyon fontos a mindennapi döntéshelyzetekben, már ha egy ilyen szilárd gazdasági alapokon nyugvó jóléti demokráciában élünk, mint a miénk. Az 1993. évi szociális törvény alapján ellátási szemléletű meghatározás szerint hajléktalan az, aki éjszakáit közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti. Mi senkit nem hagyunk az út szélén. Szóval, ha lenne mégis bárki ott, az úgy akarta. Különben is. Aminek ment oda? Közveszélyes lakhatás kerül. A szilárd szociális háló talán a legfontosabb a végső lecsúszás elkerülésében. Hatalmas családom van. Indokolatlan a kézremegés. Az 1993. évi szociális törvény alapján igazgatási szemléletű meghatározás szerint hajléktalan az, aki bejelentett lakcímmel nem rendelkezik, kivéve ha bejelentett lakcíme a hajléktalan szállás. Vannak mondatok, amik valódi jelentés nélkül önmagukban rossz hírek az elhangzás jogán. Ezért mindenki kényszeredetten semlegesen mondja ki őket, csak hogy ne vegyék el a valódi rossz hír élét. Beszélnem kell veled, mondta az anyám pár hónapja a lehető legsemlegesebb hangon, amit elő tudott kotorni ott is akkor, és így elkomorodtam, mert már rég nem akartam rockstar lenni. Így megy ez. Nem segített. Egyedül voltam, rossz apa volt, meg rossz férj. Nem akarom azt, hogy állást foglalj, félre ne érj, csak rossz apa volt. Ugye rossz apa volt, ugye rossz apa volt, meg rossz férj. Értsd már meg a rettegést a szürkeségtől, 30 évnyi árnyalat, az pont elég. A félelmet a magánytól, hiába 7 gyerek, 30 év meg 7 gyerek, velünk, na és velem, mi legyen? Ne aggódj. Nem változik semmi sem, minden marad a régiben. Hát igen, annyi csak, hogy megkértem, és már ki is költözött. A nagymamához. A házból, amit a két kezével épített. Igen, de minden marad a régiben. Csak hát előbb-utóbb ezt eladjuk. Amit számít, már úgy salakszik. Nincs itt semmi. Hát igen, minden marad a régiben. De vigyel bármit, ami kell, ha lenne mégis bármi itt. Aki életvitelszerűen közterületen tartózkodik, az szabálysértést követel. Akit 90 napon belül 3 alkalommal a szabálysértés elkövetése miatt a helyszínen figyelmeztettek, azzal szemben az újabb elkövetéskor a szabálysértési eljárás megindítása nem mellőzhető. Hatalmas csíkos szatyorba pakoltam, és pont belefér. A boldog gyerekkoromról szült összes mese, összes színes könyve, az összes szétfocizott gumilabda, a kert végéből a mind odaásott családi állatcsontváz. Beleraktam a szerszámokat a télben nyúló nyáron, amikor 2 hétig nem jártunk iskolából legidősebb öcsémmel, hogy dolgozzunk a felújításon. Elfért benne a kép is az unokámról, akinek büszkén mutatom a kert végében a tölgyfát, amit én ültettem, mikor annyi idős voltam, mint ő azon a képen épp. Megpróbáltam esküszöm. Esküszöm megpróbáltam, de a tölgyfa nem fért bele sehogyan sem. Ott hagytam a tövébe ásott haszontalan hazug lakcímkártyámmal. Elindulok a nehéz szatyorral. Élet, vitel. Nem változik semmi sem. Apám több mint 10 éve dolgozik a hajléktalan ellátórendszerben. Tőle tudom, hogy krízis időszakokban nem ritka, hogy 160%-os kihasználtsággal működnek az éjszakai szállók. De ne aggódj, mondja. A régi kapcsolatra való tekintettel neki biztosan szorítanak majd egy ágyat.
viccel persze. Ne aggódjon, ugye? Ne aggódjatok, jó lesz, félnetek, nem kell, jó lesz, félnetek, jó lesz, jó lesz. Nem tudom miért, hogy remegek mégis, és botladozom. Súlyos a szatyor a vállamon, meg nem segít, hogy körbe-körbe kóvályok, csak utat vesztek a tömegben, utat vesztek a tömeggel. Esküszöm, emellett az önkényuralmi rendszer mellett már legalább egyszer elmentünk. Fáradt vagyok, de nem merek leülni, mert szóltak háromszor. My life ain't bright, but I'm trying to do the best that I can do. And that's my word.